László van itt, ügyvéd úr. Jó napot, ügyvéd úr. Jó napot, mi széhozott ide? Mi széhozott ide? Van egy per, amit beszeretnék perelni. Szóval maga pert akar indítani. Ki ellen és miért? Csilla szüleit és barátját rágalmazás miatt. Figyelj, ez a rendőrségi dolga. Mi ügyvéd egy ilyen rágalmazás perre? Hát nem mondjuk így járatosan. Emlékszik Johnny Depp perére? Itt is kéne egy jó kis perpatvart intézni. Majd észhez térülnek, hogy mivel nem lehet húzni. Jó. Az első tárgyalás időpontjáról majd értesíteni fogom önt. Viszontlátásra. Viszlát. Szevasz, tökfej. Szevasz. Gratulálok az eljegyzéshez. Hallod, de vagy a barátnőd kimondta az igent. Igen ám. És az esküvőt pont hónap végén szeretnék megtartani. Ohohohohoho! Az egy esélyes. Mi friss. Tudom, de idén szeretnék házasodni. Ez jó elhamarkodott idő. Hát, sajnos ez van. Elhamarkodott vagy nem elhamarkodott. Szia, tökfej! Gratulálok az eljegyzéshez! Köszönöm, Enikő. Gondolom. Ez eljegyzési dolog is jó, ha van eljött, mert friss, pár hónapja jöttetek össze, nem? Igen, csak annyira szeretném végig a kezeim közé emelni. Hát eléggé gond. Nagyjából, hogy az ember nősülni akar. Csak nehogy hamar vállás üssön be. Hát, nem, igyekszek. És aztán utána mi lesz? Elköltözünk itt holról. Már is költöztök? Hova? Los Angelesbe. Ott komoly megélhetések vannak. Egy nagy amerikai állam. Barátnőm is ezt akarja. Egy nagy amerikai állam. Azért az amerikai állam óvatosan. Ott sok birka van. Ott Amerikáról az jut az ember, hogy sok az erőszak. Pláne a fegyverre járkáz az utcán. Nem érdeklődte ki ott is a rendőröket. Na azért, vigyázzon. Na, csá-csá. Mi a fene, megnézzük a levelet. Kedves ülő, tisztelt uram, hölgyem, önök bele vannak perelve, rágalmazás perelve. Mi ez? Megjött a villanyszámla? Ez neked villanyszámla? Nézd meg! Ó, jaj, ne! Ránk sóztok egy pert. Nem is akárki, Laci. Ezt nem fogja megúszni. Idejött ügyvédet keresni. Hát nem. Csillan meg a kapitányságon. Most meg ez a pár. Harmadik mi lesz? Sziasztok!
Lehet, hogy ti is kaptátok levelet. Igen, te is kaptál? Kaptam hát. Én is kaptam a bíróságtól. Per. Miatt. Nem gondoltam volna, hogy ez a hülye Laci komolyan be fog perelni bennünket. Mégis miből? Egy kóternyi vassa sincs. És miatt a csillát már nem láttam több nap, több órája ott ül a kapitányságon. Rendőr fogságba tartják. Azt mondták, csak hazugságvizsgálóra. Itték azóta semmit.